Köszöntöm a Mosonmagyaróvári Városi Televízió nézőit. Önök a híradót látják 2013. szeptember 9-én, hétfőn 19 órakor. Híreink először röviden. Vadakban gazdag vidék. Vadásznapot szervezett a Lajtahanság ZRT. Pásztorkép, gyermek, feszület. Farkas István mutatott képeket. 0-0. Döntetlent játszott itthon a Futura Mosonmagyaróvár. Immár 16. alkalommal rendezte meg a Mosonmagyaróvári vadásznapot a Lajtahanság ZRT. A majoroki lőtéren ezúttal is sok-sok bográcsban főttek a vadak, de koronglövészetben is kipróbálhatták magukat a vadászok. A gyermekek légpuskával próbálkozhattak, és volt íjászbemutató is. A megye különböző pontjairól érkeztek vadászok és családtagjaik a 16. Mosonmagyaróvári vadásznapra. Az idei évben számtalan kihívás állt a vadásztársaságok előtt. Július és augusztus hónapokban a szárassággal kellett megküzdeniük. Ezeket az állatokat tulajdonképpen mentették, hogy úgy mondjam, mert gyakorlatilag ebbe a hőség időszakba takarmányt ugye találtak, mert ezt óhatatlanul elmondhatjuk, hogy takarmányt találtak. Ennek ellenére az itatásukról gondoskodni kellett, mert az utolsó pocsolya is kiszáradt ebbe az időszakba. Incsiklandó étkek főttek az üstökben, osztrák vadászok pedig sültet készítettek. A megyében változatos vadállomány él, így volt bőven alapanyag a főzéshez. Mindenféle vadászható vadfaj megtalálható a mi megyénkben. A nagy vaddal kezdeném, a gimszarvas, dámszarvas és az őz, az megtalálható. Muflon is nagyon kevés számba. De igazából talán azt mondanám, hogy még mindig apróvadasnak tekinthető ez a megye, Győr-Moson-Sopron megye, és hát ezekre vagyunk főleg büszkébb, talán a legbüszkébbek az apróvadunkra, Fácán, Nyúl és Fogoly állományainkra. Az apróvadak mellett az elmúlt években a nagyvadállomány is jelentősen megnövekedett. Olyan mennyiségeket üt most már meg, ami már akár egy úgynevezett nagyvadas megyéknek a állományát is eléri. Ha vadállomány lelövési számokkal akarnám ezt jellemezni, akkor 5000-1200 példányt lőttünk 17 évvel ezelőtt, most pedig 22000 példány nagyvadállomány az éves terítéke a megyének, ami azt gondolom, hogy egy szép szám, de ezzel a számmal kapcsolatos problémákat is kezelnünk kell. A gyermekeknek légpuska lövészetet szerveztek, az íjász bemutató pedig az ősi vadászati mód modern változatát jelenítette meg a vadásznapon. Az asztalon ott sorakoztak a kitüntetések az ebéd utáni átadóra. A vadászok közül többen kiérdemelték a Hubertus kereszt különböző fokozatát. Kábítószeres fiatalokat fogott a helyi rendőrség Rajkán. A négy osztrák állampolgárt egy közúti ellenőrzés során állították meg. Épp egy fesztiválra utaztak. A gépjármű és a ruházatuk átvizsgálásakor összesen bruttó 150 g különböző fajtájú csomagolt kábítószer gyanús anyag, 27 LSD-bélyeg, illetve a fogyasztáshoz szükséges tárgyak kerültek elő. A drogteszt mind a négyüknél pozitív értéket mutatott. A sofőr ellen bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége, valamennyiük ellen pedig kábítószer birtoklás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A Hanságyi Múzeum a Csellei Házban lévő Gyurkovics gyűjtemény népszerűsítéséért hozta létre a képmutatás rendezvénysorozatot. A nyári szünetet követően Farkas István piarista házfőnök, a gimnázium korábbi igazgatója osztotta meg élményeit négy alkotás segítségével. A szép az a szív tápláléka. Ezt választotta címnek Farkas István a képmutatás legutóbbi estéjén. Négy kép kapcsán vallott életéről és hivatásáról a gimnázium idén nyugdíjba vonult igazgatója. Ezekről nem lehet matematikai korrektséggel szólni, csak vallomás értékkel, és valóban benne van a hivatásom, egy kislány, vagyis egy gyermekkép, benne van 30 év vitorlázásom, egy tengerkép, természetesen egy feszület is, és végezetül pedig egy tágabb munkaköröm, ez a lelki pásztorkodás, tehát a pásztorkép. A piaristákra jellemző a sportos élet, egy vitorlás élményt is megosztott a közönséggel a házfőnök. Egy kegyetlen forgószél kapott el bennünket, és minden este egy diák megírja a hajónaplót. A naplókat őrizzük a 62-es évtől kezdve mostanáig, és a következőt írta bele. Jelen sorok írója esküdtett, hogyha még egyszer szárazföldre ér, többet nem ül hajóra. Aztán tovább vitorláztunk persze, és a következő évben újra ott volt a vitorlás túrán. A Város Múzeuma, valamint a Gyurkovics gyűjtemény több szálon kapcsolódik a piaristákhoz. Ezt is felelevenítette a szerzetes. A
kedves nézők csodálkoznának, hanem azt jelenteném ki először, hogy Gyurkovics Tibor, tehát a képtár adományozójának az unokaöccse piarista diák volt, és ő írja a piaristákról, hogy piarista diák voltam, jó volt, sötét, kemény, tehát hitelesen ábrázolt minket is, már az íróról beszélek most, és ugye maga a múzeum alapítása is piarista nevekhez is kötődik, tehát ez az egybe gyökerezettség a művészettel, kultúrával, oktatással, valahogy ezért is szívesen jöttem ide. A képmutatás műsort ezúttal a piarista iskola diákjai, tanárai színesítették. Megszerezte az idei bajnokság első hazai pontját a Futura Moson Magyaróvár. Az ellenfél az eddig 100%-os listavezető BKV előre volt. Kispadján azzal a Sós Imre, Menceles Iván dúóval, akik korábban több szezonon keresztül is irányították az MTL labdarúgó csapatát. Újabb rangadó várt a mosonmagyaróvári focistákra az MB3 nyugati csoportjának negyedik fordulójában. A listavezető bomba formában és bivajerős kerettel érkezett Mosonmagyaróvárra. Sós Imre csapata három forduló alatt 9 pontot szerzett, 11 gólt rúgott és csak egyet kapott. A vendégeknél több korosztályos válogatott mellett Majoros Árpád személyében felnőtt magyar válogatott is pályára lépett a meccsen. Így előzetesen nem mi számítottunk a mérkőzés esélyesének, de a 0-0-ás végeredmény után mégis mi lehettünk csalódottabbak. A kezdő sipsza után, ahogyan az várható volt, a vendégek megszállták a miaink térfelét. A gyors góloktól az egész mérkőzésen remekül teljesítő Antal kapus óvta meg a miaink hálóját. A Futura egyre bátrabban játszott és lassan átvette az irányítást, és helyzeteket is sikerült kialakítani. A nagy küzdelem és a jó íram ellenére gól nem esett az első fél időben. A második játékrész is egyenlő erők csatáját hozta kezdetben, de aztán egyre inkább mi irányítottuk a játékot. A találkozó legnagyobb helyzetét Pallósi puskázta el a 66. percben, 5 méterről a kapuval szemben fölé bombázott. A vendégek próbáltak ugyan szépen játszani, de a miaink agresszív játékával nem tudták felvenni a versenyt. A mérkőzés hajrájában aztán többször is eldönthettük volna a 3 pont sorsát, de előbb Molnár, majd Horváth Rudolf lövése került el a kaput. A helyzeteink alapján gólokkal kellett volna nyerni, de végén mégis maradt a pontosztoszkodás. A kihagyott ordító zicserekkel óriási esélyt szalasztottunk el a pontgyűjtésben, de a csapat küzdeni tudása és jó játéka pozitív előjel lehet a bajnokság következő mérkőzéseire. A jövő héten Tökölön játszanak a miaink, s ha a most mutatott játékot megtartva a helyzet kihasználáson is tudnak javítani, akkor idegenben is esélyünk lehet a győzelemre. Meglepte a miaink teljesítménye a vendégek szakvezetőjét, aki meglehetősen csalódott volt a találkozó után. Hát azt tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, egy rendkívül szervezett, néha agresszíven játszó hazai csapat ellen úgy gondolom, hogy mi értékes pontot szereztünk itt Mosonmagyaróváron. Remélem, hogy a riválisaink ellen is így fognak tudni menni az óvári csapatnak a tagjai. Kettős érzései voltak a lefújás után a miaink megbízott vezetőedzőjének is. Hát én mérkőzés előtt aláírtam volna az 1 pontot, így most már nem. Ugyanez vonatkozott az elmúlt hétre is, Győrben első fél időben adtuk magunkat, ott is már jó futballoztunk a második fél időben. Az ittszereink ott is voltak. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most a Futura Mosonmagyaróvár BKV előre hétvégi MB3-as bajnoki mérkőzését láthatják. Friss híradással legközelebb szeptember 10-én kedden este 7 órakor várom Önöket. Adásainkat megtalálják a Facebookon is. Viszontlátásra!